Sziasztok! Ebben a videóban egy kortárs író lesz a középpontban. Az ő életművének az elolvasását tervezem el megvalósítani, aki nem lenne más, mint Grecsó Krisztián. Hogyha érdekeltiteket a téma, akkor tartsatok velem! Amikor legutóbb Grecsó Krisztiánnak a Vera, vagy a Belefér egy pici szívbe című verses kötetét olvastam, már akkor megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy szeretném elolvasni az írónak a teljes életművét, de úgy gondoltam, hogy erre rá kell hangolódni, és mindenképpen úgy szerettem volna elolvasni ezt az életművet, hogy időrendben, ugyanis van a kötetek között vannak átfedések és kapcsolódások, hogyha például a Jelmezbára gondolunk, vagy a Verára, és ezért mindenképpen időrendbe szerettem volna ezt olvasni, ezt az életművet. És hát kiről is lenne szó? Egy Szegváron 1976-ban született paraszti családból származó, a Délalföldről származó íróról lenne szó Grecsó Krisztiánnak a személyében. Most akkor ezzel sem mentem semmire, mondtam, mert minden jó eltörött. A rakparton eltévedt egy este, és a múltam máshová költözött. Egyszerre megbarnultak az évek, és jutott egy kölcsön lakás. Nem kellettek érvek, s az élet nem kölcsönhatás. Első évre festél, másodikra banka, azóta 5 éve vagy 6, hogy itt vagyok. Egy emlék a párnán és csak álmodik. Egy író, aki elgondolkodik, hogy egy szegény családból született írónak milyen esélyei vannak akkor, abban az esetben, hogyha tehetséges, tehát hogyha tanulni szeretne, és van is ehhez affinitása. Egy író, aki a saját elmondása szerint kifejezetten gyorsan vesz mindent a szívére. És ez a téma igencsak foglalkoztatja Grecsó Krisztiánt, hiszen nagyon otthonosan mozog ebben a témában, hogy milyen a mélyről való felemelkedés, hogy milyen, amikor a körülmények esetlegesen nem adottak, de az inspiráció, a motiváció és az akarat viszont adott, és megvan, ami az ő életét is fémjelezte. És ha ír erről a tényről, akkor ez erősíti őt, illetve benne dobog annak a tudata, hogy nem felejti el, hogy honnan érkezett. A népi írói témát rendszerint boncolgatja, rendhagyó irodalom órákat tart, és elmeséli az ő történetét, és azt, hogy mi az, ami őt inspirálta arra, hogy mindenképpen megvalósítsa a céljait. Most akkor ezzel sem mentem semmire, mondtam, mert minden jó eltörött. A rakparton eltévedt egy este, és a múltam máshová költözött. Egyszerre megbarnultak az évek, és jutott egy kölcsön lakás. Nem kellettek érvek, s az élet nem kölcsönhatás. Első évre festél, másodikra banka, azóta 5 éve vagy 6. És habár nagyon sok kudarcon vezetett az ő útja, mégis a legismertebb kortárs íróink közé nőtte ki magát.
magadra találj, hogy te ki vagy, hogy honnan jössz, hová mész, azt, abban egyetlen dolog segít, az, hogy elkezd tudni, hogy olvass, és értsd meg, hogy te ki vagy. Most akkor ezzel sem mentem semmire, mondtam, mert minden jó eltörött. Az a szabadság, hogy én magyar író lehetek, amit az olvasók hoznak el meg nekem, és hogy ezáltal szabadon gondolkodhatok arról, hogy hogy élek, és elmondhatom a véleményemet is akár, ha valamilyen dologban meg akarok szólalni, mert nem föltétlenül akarok megszólalni, és élhetek a szöveg közelébe, ez elképesztő szabadság. Tehát ez maga, hogy ez az álom, hogy nekem ez a hivatásom lehessen, ez létrejött, ez egy olyan szabadságot hoz, amit a bennem élő parasztember néha még most sem hiszel. És ez gyönyörű dolog. Igazából nem szabad elfelejteni hálásnak lenni érte, és nem szabad természetesnek gondolni, mert nem az. Most akkor ezzel sem mentem semmire, mondtam, mert minden jó eltörött. A rakparton eltévedt egy este, és a múltam máshová költözött. Egyszerre megbarnultak az évek, és jutott egy kölcsön lakás. A pikolóban nem kellettek érvek, s az élet nem kölcsönhatás. Első évre fecske, másodikra banka, azóta 5 éve vagy 6, hogy itt vagyok, egy emlék a párnámat, és csak álmodik engem. Én a Verát a legnagyobb hajtás közepében írtam. Most akkor ezzel sem mentem semmire, mondtam, mert minden jó eltörött. A rakparton eltévedt egy este, és a múltam máshová költözött. Egyszerre megbarnultak az évek, és jutott egy kölcsön lakás. Mikulóban nem kellettek érvek, s az élet nem kölcsönhatás. Első évre fecske, másodikra banka, azóta 5 éve vagy 6. És hát az ő életművének az elolvasását tűztem ki célomul, hogy hol találtok meg ehhez minden forrást. Hát 3 forráson van ez. Az egyik az, hogy az Instagram oldalamra rendszeresen posztolok tartalmakat, ezzel kapcsolatban, illetve más olvasmány élményeimmel kapcsolatban is. A másik az, ezen a csatornán rendszeresen lesznek majd ilyen tartalmak. Élő kibeszélők is kialakulhatnak, illetve az egyes köteteiből alkotott véleményemet is ki fogom nektek fejteni videós formátumban. És a Facebook oldalon van egy írói oldalam, ahol be fogom nektek vágni ezeket a forrásokat, hogy hol találtok rá, a nevem alatt fut. Úgyhogy ezek azok a források, ahol ez a tartalom előtérbe kerülhet. Most akkor ezzel sem mentem semmire, mondtam, mert minden jó eltörött. A rakparton eltévedt egy este, és a múltam máshová költözött. Egyszerre megbarnultak az évek, és jutott egy kölcsön lakás. Mikulóban nem kellettek érvek, s az élet nem kölcsönhatás. Első évre fecske, másodikra bonka,
azóta 5 éve vagy 6, hogy itt vacog egy emlék a párnának, és csak álmodik engem. Az első könyve az a Pletyka anyu lenne egyébként, amit szeretnék elsőként elolvasni. Tulajdonképpen ezzel a novellás gyűjteményével robbant be a köztudatba. Előtte olyan sikertelenségek övezték az ő pályáját, és ez az, ami úgy reményt keltett, és tényleg hát konkrétan az egész otthonát, Szegvárt fel forgatta, úgymond, és az ott élő embereknek az életét. Most akkor ezzel sem mentem semmire, mondtam, mert minden jó eltörött. A rakparton eltévedt egy este, és a múltam máshová költözött. Egyszerre megbarnultak az évek, és jutott egy kölcsönlakás. Lehetőségetek van november 10-től egy ilyen kihívásban részt venni, amit a Molyos felületen megtaláltok, és hát ez lenne az első, amiről szeretnék nektek beszélni és elmesélni az élményeimet ezzel kapcsolatban, és így haladnánk szépen sorban, időrendben az életműben. Hát remélem, hogy meghoztam a kedveteket az életmű elolvasásához, és a következő videóban találkozunk, addig is szép napot nektek, jó olvasást, sziasztok! Azóta 5 éve vagy.